Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek eltitkolt jemeni légicsapásairól szóló bizonyítékokat publikált két független civil szervezet. Az anyagokban interjúkkal és fényképekkel támasztják alá a jogszerűtlen, komoly civil áldozatokkal járó bombázások megtörténtét. A civilek bemutatták a dokumentumaikat a brit kormánynak, és abban bíznak, hogy a bizonyítékok hatására az Egyesült Királyság felhagy az országokba irányuló fegyverexporttal, amelyet eddig a légicsapásokról szóló szaúdi jelentésekkel igazolt. Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia képtelenek voltak rendesen kivizsgálni a légicsapásokról szóló jelentéseket, más bombázásokat pedig egyszerűen letagadtak. Reméljük, hogy a brit kormány döntése hamarosan megszületik a koalíciónak irányuló fegyvereladások megszüntetéséről, mondta a Global Legal Action Network igazgatója. Nemrég Anglia és Wales feljebbviteli bírósága is arról döntött, hogy a brit kormánynak felül kell vizsgálnia szaúdi fegyverexportját. Szaúd-Arábia eközben azzal vádolja a jemeni húszi lázadókat, hogy élő pajzsként használják a civileket.